felülgyújtom meg a tetejét a szalmának, hogy lehég a tűz, még a para ízik rajta, és jobban leéget a szőrtól. A hagyományos módon szalmával pörkölik a disznót a csernátoniak. Nálunk ez a hagyomány. Szalmával pörköljük, az íze vége szalmával pörköljük, a hagyomány, hogy ne bontjuk föl, mindig mindent a régi hagyomány szerint csinálunk. Szépen megpörköljük, megpucoljuk, gázpörgelővel utána pörgölünk, hogy a maradék részeket tisztára tudjuk pucolni. Jó, és akkor hogy van a disznónak a szétszedése? Viszont a szétszedése az is régi-régi hagyomány szerint történik, amit úgymond nem szabad ezt megrontani. Hátán egyszer leszedjük a lábait, csülköket leszedjük, majd utána hátán óriát veszünk, és attól befele kezdjük bontani. A bugyiszlói csapat másként svábosan rémfán kapja szét az állatot. Németeknél az a különbség, hogy ők ketté vágták középen, ketté vágták a fűrésszel. Még egybe szedjük ki a gerincet. Bugyiszlón 11 évvel ezelőtt rendezték meg először a testvértelepülések részvételével a disznóvágást. Bugyiszlói polgármester kezdeményezésére indult ez a hagyományos disznóvágás, és hát hál' Istennek nagyon sok olyan embert tudott ez a rendezvény maga köré hívni, gyűjteni, akik ezt tényleg szívügynek érezték, egymás hagyományait, hogy megismerjük, egymás szokásait, egymás ízvilágát, és hát miért ne, hát ugye a kulináris dolgoknak az elkészítése és azoknak a tálalása mindenképpen ez volt, és azt hiszem, hogy a célt el is érte ez a elképzelés, ez a gondolat. És hát itt, ha csak a disznóperzselést nézzük, akkor itt önök nem csak őrzik a hagyományokat, hanem élik is, mert önök az egyetlen csapat, ahogy észrevettem, itt körbejártuk a terepet, akik még a hagyományos szalmás perzselést gyakorolták. Igen, hát ez nem, ebben az esetben ez nem reklám volt, hanem ez tényleg ez a valóság, mert a mi vidékünkön azért, hogy megőrizzik még inkább ugye azokat az ízeket, azokat a termékeket és azokat a hagyományokat, akkor otthon is még mondjam azt, hogy 90%-ban szalmás perzselést és szalmás tisztítást, és ugye hát ez volt, ez van, hál' Istennek most is az adottságok, a lehetőségek megvannak. Reméljük, hogy meg is maradnak, és akkor ez él. Jött egy böllér, vagy mindenki szakavatott a disznó ölésben? Itt van, mindenki ért hozzá, mindenki csinálja, mindenki valamit hozzatesz, úgyhogy hát van, aki otthon is gyakorolja, de nem hivatásos, hanem szereti, csinálja, és ügyesebben csinálja, mint az átlag, és akkor ő van itt velünk, de mindenki ért hozzá. Mára határokon belül is országos rendezvény lett a bugyiszlói böllérverseny. Ez a 11. alkalom, igazából 10 éve volt az első. Az olyan, mint hogy a héten is, hogy hány nap van a napok között, az kevesebb, mint a szélei. Tehát igazából 10 éve kezdtük mi. Olyan elképzelés mozdította meg ezt a hagyományos disznóvágás elképzelést, hogy azt észleltük, hogy hát egyrészt felszaporodtak a testvéreink, mert van két erdélyi testvér kapcsolatok, Csernáton és Csíkcsicsó, aztán Slitz város, és akkor még Törökfalu szeretett volna velünk barátkozni, régi kapcsolatok, főleg a futball alapján 2003-ban lett testvértelepülésünk, és meghívtuk őket különböző községi rendezvényekre, falunap, születinap, stb. És úgy elkülönülten a saját bugyiszlói barátaikkal el voltak, és úgy kevés érintkezés, nem voltak közös pontok, ismerettségek, stb. És hát elgondoltuk azt, hogy mi lenne, ha szerveznénk egy hagyományos disznóvágást, adnánk mindenkinek egy állatot tulajdonképpen, amit az ők szokásaik szerint feldolgoznának, és a helyi emberek pedig ezekből készült helyi és ide látogatók megkóstolhatják. Hát így indult ez, és már az első egy nagyon sikeres rendezvény volt. A következő évben bejelentette, vagy már akkor nap este a Törökfalu küldöttség, hogy jövőre nálunk lesz. Jó. És mikor aztán, utána Csernáton mondta, na akkor most meg már nálunk lesz. És akkor utána bátrak voltak a slici barátaink is, ott ugyan picit még erősebben betartják az uniós követelményeket, de aztán ők is megtartották, a csíkcsicsójak is. És ment egy ilyen kör.
Akkor mondtuk, na most már gyertek vissza, hogy mi változott, megint megnézzük Bogyislav. És akkor ez így lement a két kör, most harmadszor, a harmadik körbe fogtunk bele, és akkor itt láttuk vendégül a... És még ráadásul helyi baráti társaság, van itt egy hétház baráti társaság, akkor amerikai focisoknak, Bogyislavi barátai becsatlakoztak, messziről jött barátok sütnek itt malacot. Egy ilyen népünnepély ez. És akkor, ha jól értettem, a hét csapatnak a hét disznót, ezt a Bogyislavi önkormányzat biztosította? A testvértelepüléseknek mi biztosítottuk, ezeknek a baráti társaságnak pedig ők maguk a társaság. Őtőlük csak annyit kérünk, hogy a disznótor, mi este lesz, annak az a nők is részt vesznek, és arányosan a létszámukhoz képesti nyersanyagot kérjük tőlük. Idén tehát 7 csapat nevezett a Böllér versenyre. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület a rendezvény szervezésében is kivette a részét, de mint minden alkalommal, ők is vágtak disznót. Nem csak most bármilyen rendezvény van a falunak, mi ott állunk teljes erőbedobással, és ott vagyunk is segítünk. Hát szeretnénk, hogy jól sikerüljön. Most milyen szerepe van a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületnek? Most ilyen segítő szerepben vagyunk, bogyiszlói csapatban dolgoznak a fiúk, az asszonyaink pedig készítik elő a vacsorát. És hát ugye a Böllér Fesztivál az egyben egy testvértelepülési találkozó is? Igen, igen, testvér, 4 testvérünk van itt, 2 Erdélyből, Csicsicsó Csernáton, Szerbiából Ada Törökfalu és Slitz a németországi testvértelepülésünk. Ez azért nagyban megerősíti a kapcsolatot, hogy ennyire jól működik évtizedek óta. Igen, évtizedek óta jól működik, hál' Istennek jól működik, és hát minket is, ha oda megyünk, nagyon nagy szeretettel fogadnak. Ügyesek a böllérek, szakácsok a csapatban? Igen, igen, hát tessék itt maradni és megkóstolni, hogy mit csináltok, mit készítettek. Marika néni talán tud nekem beszélni a hagyományos bogyiszlói disznó szétszedésről, milyen ételek készülnek, erről egy pár gondolatot. Hát nyilván mi gyerekkorunkban nem volt gázpörkölő, hanem szalmával pörköltek. Én úgy emlékszem, a nagypapám mindig szalmával pörkölt, és akkor egy ajtólapon vagy egy deszkán bontotta szét a disznót, és hát mostuk a belet otthon, még gyerekként, ha más nem csináltam, akkor öntöztem bele a melegvizet, és abba töltötték hát hurka, kolbász, reggel pecsenye, a vért fölfogtuk és csináltunk vért, és az is reggelire nagyon jó volt, és hát az orjaleves meg a töltött káposzta az nem maradhatott el. A mai napon mik készülnek? Mai napon, hát biztos, hogy látták, minden csapat a saját tájegysége szerint készít ízelítőt, és délutánra sült hurka és sült kolbász lesz, meg a pecsenyét már most sütik, este pedig orjaleves lesz és töltött káposzta. És persze nem hiányozhatott a bogyiszlói cigányzenekar sem, akik a sátor közepén húzták a vendégeknek a talpalávalót. A magyar mögött a második közös nyelv megtalálásában magasan a házi pálinka vitte el a pálmát. Este már zártabb keretekben a csapatok résztvevőinek közös vacsorával zárult a Böllér Fesztivál.